települések, egyházi közösségek, rendvédelmi szervek vezetői és pedagógusok vettek részt azon a közrendvédelmi fórumon, mely a sátoraljaújhelyi rendőrkapitányságon zajlott. A fórum célja az volt, hogy a kapitányság illetékességi területén felmerülő problémákra közösen találjanak megoldást a rendőrök a jelenlévőkkel, de a rendőrség olyan ötleteket, tanácsokat is várt a vezetőktől, melyek kapcsán eredményesebben tudják végezni munkájukat, de azon információkat is begyűjtötték, melyek mindezidáig nem érkeztek be a rendőrkapitányságra. A megszerzett információkat a közbiztonság érdekében a rendőrség felhasználja a napi munkavégzés során. A rendőrkapitány pedig példákon keresztül hívta fel a megjelentek figyelmét a lehetséges veszélyhelyzetekre. Pozitívan vettük és örültünk annak, hogy a rendőrség kezdeményezte ezt a fórumot. Igazából tinédzser korosztállyal foglalkozunk, és mivel ők azért hétvégente megfordulnak szórakozó helyeken, így ezért fontos volt számunkra is, hogy tudjunk információkat, hogy nincsenek esetleg veszélyben. A rendőrkapitányság mindezidáig sikeres évet tud magáénak. Az elmúlt évhez képest csökkent a bűncselekmények száma. Jellemzően kisebb vagyon elleni bűncselekmények, garázdaságok fordulnak elő, kirívó nagy bűncselekmények nem történtek az illetékességi területen. Tulajdonképpen szabálysértések történnek a területünkön, de nagy részüket sikerül megfogni, és velük szemben bíróságon, hogy eljárás meg is indítjuk, általában pénzbírság vagy elzárással ér véget a történet, és azt vettük észre, hogy a pénzbírságok mértékének növekedése azt vonja maga után, hogy nem jellemző, hogy visszaesnek ezek a szabálysértők újabb szabálysértésekben. A közbiztonsági fórumon problémaként merült fel a szórakozó helyekről a hajnali órákban hazatérő, itt a személyek hangoskodása, mely sok esetben zavarja a környéken élők nyugalmát. A rendőrkapitányság ezért egy úgynevezett gyalogos mozgóűri szolgálatot szervez. A járőrök hosszabb időt töltenek majd el egy-egy szórakozóhely körzetében, és ha szükséges, még haza is kísérik az ittas egyéneket, mondta el Kántor Csaba sajtószóvívő.